Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal egy érdekes hírt találtam Ausztráliában, vadnyú problémákkal küzdenek és mesterséges vírussal próbálják kordában tartani ezeket az állatokat. Meg fogok mutatni egy rövid bejátszást, majd pedig át fogunk nézni néhány hírt a témában. Mielőtt nekivágnánk ennek, Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Előjáróban annyi csak talán, hogy bizonyára sokan akár unhatják is már azt, hogy oly sokszor elmondom, de ismételten csak az a helyzet, hogy nem lehet nem észrevenni azt, hogy ami a világban történik, az valamiféle módon manipulálva van, és az erők, amelyek a háttérből mozgatják ezeket a szálakat, azok egyáltalán nem ami javunkat akarják. RTL.hu weboldalán sok gondot okoznak Ausztráliában az elszaporodott nyulak. Ez a cikk címe 2021 márciusi. A tudósok szerint a közmondásosan szaporó állatok populációja kedvező időjárás miatt ugrott meg, mivel nincs arra kapacitás, hogy egyesével vadásszák le az állatokat, ezért bevet módszer, hogy vírus szabadítanak rá az állományra, ezzel azonban még várni kell addig, amíg hidegebbre fordul az idő, hogy a vírus könnyebben terjedhessen valamiért az jut eszembe, hogy rajtunk kísérleteznek tulajdonképpen, mi vagyunk azok a kísérleti állatok, akik rászabadítanak mindenféle dolgokat, és nem arra akarok utalni, hogy minden, ami a világban történik, az az elit tevékenységének köszönhető. Azonban, amikor olvassa az ember ezt a hírt, akkor nehéz nem arra asszociálni, hogy várni kell, amíg hidegebbre fordul az idő, hogy a vírus könnyebben terjedhessen, és a populációt megpróbálják kordában tartani ezzel a mesterséges vírussal. Mint hogyha az emberekre vonatkozóan ugyanez lenne a terve az úgynevezett elitnek. Hisz az emberi populációt is valamilyen módon kordában kell tartaniuk, sőt most már nem is csak az a probléma, hogy kordában kell tartani, hanem le kell csökkenteni azt, amennyire csak lehet. Az infostart.hu weboldalon ugyancsak írtak ezzel kapcsolatban vírussal, írtják Ausztrália nem őshonos állatait. Szárazföldön és vízben is nagy kárt okoznak, Ausztráliában a korábban behurcolt úgynevezett invazív állatfajták, mint például a nyúl és a ponty. A gazdák védelmében a hatóság vírus támadást intéz a nem őshonos állatfajok ellen számodban a magyar idők. Az invázió kifejezésből ismerős lehet az invazív, minek jelentése behatoló. Az orvostudomány területén az invazív beavatkozás, az olyasmi, ami a szervezetbe kívülről behatol. Invazív faj pedig olyan növény vagy állatfaj, ami egy adott területen nem őshonos, azaz behatolónak számít, egy invazív élőlény a tömeges elterjedésével felborítja az ott lévő ökológiai egyensúlyt és térhódításával, illetve behurcolt fertőző betegségeivel a kihalás szélére sodorva, vagy ki is pusztítva a korábban ott élő fajokat. Ez történik Ausztráliában a vadnyulak esetében. Amikor az első betelepülők 1788-ban megérkeztek Ausztráliába, a hajóikon szép számmal hoztak házi nyulakat és magukkal, amelyek később elszaporodtak, és pestissel fertőzték meg a haszon növényeket és állatokat. A tapsifülesek azóta is folyamatosan fenyegetik a kontinens mezőgazdaságát, Hivatalos becslések szerint a nyuszik évi több mint 200 millió ausztrál dollár, vagyis 148 millió amerikai dollár kárt okoznak a gazdálkodóknak, továbbá mint egy 300 őshonos növény és állatfajtát veszélyeztetnek. Annak érdekében, hogy véget vessenek a nyúl inváziónak, a hatóságok az ország történetének legkiterjedtebb írtó hadjáratába kezdtek. Kalici vírussal fertőzték meg az állományt. Ennek eredményeként már a 40%-kal csökkent a populáció. Nem ez az első eset, hogy Ausztrália megpróbál gátat vetni a bajkeverő nyulak garázdálkodásának? Az első nagyobb szervezet stratégiát 1907-ben dolgozták ki, Nyugat-Ausztrália államban, amelynek keretében 3256 kilométeres nyúlbiztos kerítéssel szelték át a területet. 3256 km kerítéssel. No, Sajnos a konstrukció nem tudta megakadályozni, hogy a Pest is átterjedjen az ország keleti felére, ezért az 1950-es években első alkalommal bevetették a vírus stratégiát. Az 1950-es években vetették be először ezt. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni az Infobubble.hu, illetve a Yahoo! weboldalon, ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!